Az Omega közel egy hete Sepsiszent Györgyön lépett fel határon túli közösségben, most pedig egy olyan politikai szövetség szervezésében érkezett Szabadkára, amelynek nevét a kampányseg miatt nem mondhatjuk ki. Sok ezren, egyes becsések szerint közel 10 000 gyűltek össze a város főterén a szabadkaiak mellett az entai, óbecsei, topolyai, magyarkanizsai, nyugat- és délbácskai, bánsági, meg tiszamenti rajongók is eljöttek. Sőt, Szegedről, Kiskunhalasról, meg más magyarországi városból is érkeztek Omega fánok. A Petroleum Lámpa című számmal indult a koncert, szinte az egész tömeg együtt énekelte ezt, és a többi számot is Kóbor Jánossal. A 2 órásra tervezett koncerten a rajongók 4-szer tapsolták vissza az Omegát. Az Omega legutóbb 6 éve koncertezett Szabadkán, most sem maradhatott el a Léna, a Fekete Pillangó, a Gyöngyhajú Lány. Az együttes tagjai óriási tapsviharban jegyezték meg. Innen, ebből a közösségből mindig feltöltődve térnek haza, hozzánk pedig örömmel jönnek. A koncert érdekessége, hogy különösebben sehol sem reklámozták, az együttes érkezésének híre szájról szájra terjedt inkább, és sokan, nagyon sokan eljöttek. És hogy mekkora sikere volt a szabadkai koncertnek, igazolja az Omega honlapon található több mint 200 bejegyzés is. Remek buli volt a péntek esti Omega koncert, aki kimaradt, örökre sajnálhatja.